Szevasztok srácok, a mai nap nem egy ilyen sima vlog lesz, mint ami szokott lenni, hanem az első kérdezfelelek videóm. Instagramon kitettem My Story-ba, hogy ha szeretnétek, akkor tudtok tőlem kérdezni, és lássuk, hogy mit kérdeztetek. Gmark 555 kérdezi, hogyan szerezted meg a jogsid, milyen kocsid van? Hát, hogyan szereztem meg a jogsit? Igazából szerintem most már lassan 1,5 éve van jogosítványom, és nagyon szeretek vezetni, kiskorom óta alig vártam erre a pillanatra, hogy legyen jogosítványom és egy autóm, amit tudok vezetni. Igazából átmentem én elsőre a Kresszen is, és a gyakorlati országúti vizsgán is, úgyhogy annak nagyon örültem, mert bárki, akit előtte megkérdeztem, az valamelyiken bukott, és én nagyon örültem, hogy én nem. Hát és a másik kérdés az volt, hogy milyen autón van, egy fehér Skoda Fabia kombi, amit a nagypapámtól kaptam, és nagyon szépen köszönöm ezt neki. Igazából semmi extra, szerintem beteszek róla egy képet, próbálok rá nagyon vigyázni, és hát szeretem. Dani kérdezi, hogy milyen autót venni a városba, ha 10 millió lenne a keret? Tesla Model 3. Ezt Csabi kérdezi, melyik videódra emlékszel vissza a legjobban? Melyik videómra emlékszek vissza a legjobban? Hát általában mindig azokra, amelyikeket legutoljára csinálom, úgyhogy most a dohás videókra, de amúgy a Tesla Model S-es videómat is nagyon szeretem, és arra így visszaemlékszem. Ja, igen. The Balanciagadon kérdezi, hogy mikor kezdtél el videózni, és mi fogott meg benne? Hát kiskorom óta videózom, és nem tudom, én is néztem a YouTube-ot, és nagyon tetszett, meg maga úgy az egész. Igazából szerettem a kamerákat, és szerettem szép dolgokat videózni, először ilyen virágokat fotózgattam, meg ilyen, tehát ilyen természetjellegű dolgokat csináltam, de nem tudom, igazából maga az, hogy nyomkodtam egy kamerát, az megtetszett, és akkor valahogy így jutottunk el odáig, hogy most van egy YouTube csatornám. Lesz-e videód barátnőddel? Hát nincs barátnőm, úgyhogy sorry, így nem. Chris kérdezi, tesóm, kutya vagy macska? Nyilván kutya. Viktor egy fasz kérdezi, hogy ki csukja be a busz ajtaját, amikor leszáll a buszvezető? Viktor egy fasz, ez egy jó kérdés, én sem tudom. Lehet, hogy magától csukódik be. Eric Lee 76 kérdezi, hogy lesz valamikor cipőteszt, futócipőre gondolok. Cipőteszt mindenféleképpen, mert ti is írtátok már, hogy legyen több cipős videó, és ugye futok, szóval a futócipő az még inkább alkalmasabb egy tesztre, úgyhogy persze, igen, szeretnék, és szerintem a közeljövőben. Csibra Dániel kérdezi, köszi Dani, egy osztálytársam, jelenleg hol tanulsz, milyen szakon, mik a távlati céljaid? Jelenleg egy atlétika edző OK-én tanulok, azt csinálom, és hát igazából szeretnék egyszer egy nagy youtuber lenni, youtubos, úgyhogy igazából ez lenne az, amit itt tudnék mondani. Eric Lee 76 kérdezi, mik a tervek a közeljövőben még? Szerintem ugyanezt tudnám mondani, amit az előzőhöz. Hát nagyon szeretnék igazából youtuber lenni, és folyton dolgozom ezen, hogy minden több videót tudjak nektek gyártani. Hát igazából nagyjából ez. Gondolom arra gondolt, hogy milyen technikával dolgozok. Hát a kamera, ami most is vesz, ez egy Panasonic GH5, rajta egy 12-60 mm-es objektívvel, és a drónom az egy DJI Phantom 4 Pro, és ilyen akciófelvételekhez használok egy GoPro-t, amiről ti is láttátok már a videót, a GoPro Hero 7 Black, de azon kívül még egy ilyen előd modell, egy Hero 3 Black is itt valahol a szobában van. Úgyhogy igazából ennyi lenne a technika, amivel dolgozom. Talán még amit meg lehetne említeni, a világítás, az egy Juno R300-as lámpa, amit nagyon szeretek, és ami a vágást illeti, pedig PC-n vágok Premiere Pro-val. Bertalan Túróci kérdezi, mi az, ami leginkább motivál futás közben? Hát az, hogy jobb legyek, folyton jobb legyek, és mindig tudjak egyéni csúcsot futni. Preinlésem kérdezi, mit szeretsz a futásban? Hát igazából ez lehet, hogy fura lesz, de aki fut, az tudja, hogy ha elég nagy sebességgel futsz, és elég sokáig, akkor van egy idő után egy olyan érzésed, hogy most már nem bírsz tovább menni, egy ilyen holdpont keletkezik, és igazából az a holdpontot kitolni, vagy hogy azon felül menni, csak ez nem mindig sikerül, és elég nehéz. Mátrai Dávid kérdezi, láttam YouTube-on a vlogjaidat, tetszik a lazaságot, hogyan jött az ötlet, hogy vlogolj? Igazából mindig is szerettem volna kamerába beszélni, és hát ugye ezt így meg tudom valósítani, úgyhogy igazából ezért. Peti.gál.37 kérdezi, szeretted a tapírokat? Ha ez az az állat, akire gondolok, akkor igen. Illetve azt is kérdezi, milyen érzés futni. Hát nagyon jó érzés futni, főleg amikor elfáradsz, vagy hogyha sprintelsz. Igazából én tényleg nagyon szeretem, úgyhogy ez nyilván attól is függ, hogy ki mennyire szeret futni. Én nagyon szeretek, úgyhogy nekem nagyon jó érzés. Nadalt vagy Federert szereted jobban? Igazából az a gond, hogy a teniszben nem vagyok annyira benne, de azt tudom, hogy mind a ketten nagyon híres játékosok, és hogy jók.
legyen Federer. KL17 kérdezi, hogy mi a lány ideálod, mindig is érdekelt. Hú, remélem nem nézi ezt sok lány. Igazából, hát legyen aranyos. A hajszín annyira nem számít, de a szőke. A szemszín tényleg nem, és nagyjából ennyi. Értsen meg. Igazából ez a legfontosabb, nem tudom. Ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz kérdés igazából. Kovács Bálint kérdezi, milyen zenéket hallgatsz? Köszi a kérdésed, Bálint, és hát a 2000-es és a 90-es évek rappet szeretem nagyon, de amúgy nekem semmi bajom nincsen egy Shawn Mendezzel vagy Justin Bieberrel sem, sőt, amúgy igazából szeretem őket, nem tudom, hogy ez kinek ciki, kinek nem. Fehér Dani 34, milyen zenéket hallgatsz, tudsz valami jót mondani? Hát nagyjából szerintem ez az előző kérdéssel megválaszoltam. Kovács Miluka kérdezi, hogy tervez-e valami játékkal játszani és arról videót csinálni, vagy valami reakció videót. Játékkal nem nagyon szeretnék játszani, mert alapvetően én inkább ilyen vlogokat csinálok, vagy bemutatok nektek valamit, úgyhogy én nem vagyok annyira ezen a gaming vonalon rajta, amúgy az öcsém nagyon szeret játszani, úgyhogy nem tervezek játékokkal játszani itt a csatornán, vagy valami reakció videót. Reakció videót viszont szeretnék majd csinálni, viszont én ismerlek téged, Kovács Miluka, úgyhogy neked biztos tetszene, és szerintem a többieknek is, de egyelőre ez legyen meglepetés. Yi Fans kérdezi, melyik videót készítéséhez kellett a legtöbb idő? Szerintem amikor a Tesla Model S-t próbáltuk ki, mert ez egy olyan egésznapi program volt, ahol a drónhoz is több akkumulátort használtam, több SD kártyát, és tényleg nagyon sok mindent csináltunk, és nagyon sok idő volt átnézni azokat a fájlokat, úgyhogy én azt a videót mondanám. Iván.Szabi kérdezi, mi szeretnél lenni? Van B terved a videózás mellett? Igen, van. Ugye az edző jókáit csinálom, és nagyon szívesen lennék edző, valamint sportmenedzser is. Igazából ennyi volt az összes kérdés, amit feltettetek Instagramon, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy feltettetek egy pár kérdést, és a közeljövőben még biztos szeretnék ilyet csinálni, és megválaszolni ugyanezt így nektek. Úgyhogy ha meg valami kérdésetek van, nyugodtan írjátok meg mindig kommentbe, igyekszem az összes kérdésre mindig válaszolni. Még nincsen olyan sok, de mindegyikre próbálok válaszolni, úgyhogy igazából ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor légy szíves, nyom rá egy lájkot, vagy iratkozz fel a csatornára. Hamarosan találkozunk, addig is sziasztok! Ja, és elfelejtettem mondani, hogy jövő héten egy nagyon izgalmas videóval fogok jönni, és szerintem nagyon fog tetszeni nektek.